Magyar képzőművészet kategóriában jelölték idén Prima díjra Seres Lászlót. A festőművész alma mátere az a miskolci művésztelep volt, melynek fennállása 100. évfordulójáról nemrég magazinunkban is megemlékeztünk. Seres László 1945-ben egy vadaskert erdészházában született, a felvidéki Felső-Balog közelében. Fiatalon került Miskolcra, ahol azóta is él és alkot kisebb-nagyobb megszakításokkal. Egy pár munkámat most szeretném bemutatni annak kapcsán, hogy augusztusban volt egy súlyosabb, nem súlyosabb betegségem, stroke, és utána pedig elkezdtem festeni, mert úgy éreztem, hogy hát ez olyan jel volt, hogy a maradék, hogy mennyi időm van, azt most már nem tudtam. Tehát eddig úgy éltem, hogy az ebben nem számolja, hogy mostan hány éven van meg minden, de ez a sztrók megfigyelmeztetett, hogy véges határidő, tehát akkor csinálok egy olyan munkákat, amivel én is meg vagyok elégedve, meg úgy érzem, hogy nem volt az életem teljesen hiábbvaló. Na és akkor azóta, hogyha szeptemberben ugye festettem, hogy elég intenzíve dolgoztam, a 8 képet ezen az úton, hogy festő lettem, ez a korai éveim nincsenek ugye összefüggésben azzal, hogy festek. De hát én nagyon szép helyen születtem, voltam ott egy párszor, ez felsőbb a Felvidéken, innit kb. 100 kilométer, és még megvan az a ház, ahol nagyapám élt, egy főerdész volt. Hát ez egy vadaskert volt, és én volt az erdész benne. És ott nagyon jó dolgom volt. Apám is ugye még itt kezdő volt olyan szempontból, hogy hát nem volt se állása, se lakása, semmi. És akkor szép lassan kialakult, hogy ő tehát ő is a képzeti főiskolán végzett, és hát festett is, meg tanár is volt, tehát rajztanár, meg ábrázoló geometria tanár, és akkor így fokozatosan a tanári állásából és a festésből így kialakult egy családi élet, ugye egy-két év alatt ez úgy összejött, hogy akkor működött az élet Miskolcon. A nyarakat már serdülő korában a miskolci művésztelepen töltötte, ahol számos kortárs képzőművésszel ismerkedett meg és kötött barátságot. És ez a művésztelep, ahol most vagyunk, ez akkor a bányaipari kollégiumnak a bányaipari szakközép volt, annak volt a kollégiuma. Tehát ez egy kollégium volt, és apám volt ebben a kollégiumnak az igazgatója. Már az 50-es évek elején megszűnt mint kollégium, és akkor művésztelep lett belőle. Tudom, mert a 57-ben volt az első grafikai biennálé, valami ilyesmi volt 57-ben körülbelül, és akkor már volt a részkasz nyomógép, meg a litográf gép már itt volt, és akkor már jöttek le a művészek, mint Csohány, Kondor Béla, hát ők általában törzsvendiek voltak, mindig lent voltak. Sokan grafikáztak, a Lenkei Zoli volt a szomszédunk, Barci Pali, tehát elég sok, akkor tehát sok művész élt Miskolcon. Seres László sokat beszélgetett akkoriban az alkotótársakkal, ahogy ő fogalmazott, a művészek között élt. Talán ezért vagy másért, de nem az alkotások, hanem az emberek inspirálják. Ez a 8 művész lakás, ez akkor még nem volt. Tehát ez az alsó nagyobb épület megvolt, meg fölül volt egy másik nagyobb épület. Ebben a felső épületben lakott, mi is ott laktunk, mi kollégium volt, de lakott a Tóth Imre, festőművész, ott volt a grafikai műhely, ott voltak a vendégszobák, ott volt egy kollektív műterem. Igen, a művésztelep egy igazán művésztelep volt, tehát nem kellett kiállításra mennem úgy, hogy valami, hanem apám révén is, vagy mások. Más civil emberekkel én nem nagyon
érintkeztem. Vagyis az érdeklődésem is ugye errefelé fordult, de én soha nem akartam valami szakmát választani, hogyha nagy leszek, mi leszek, meg minden, hanem ez adott volt, úgyhogy ezt megcsináltam. Az a leglényegesebb, hogy nem az alkotások inspiráltak, hanem az emberek inspiráltak inkább. Tehát, mit tudom, Lenkeny láttam megnyilvánásaim, beszél, mint ahogy egy művész, vagy más világban él, vagy a Kondor Béla, vagy Sohány. Tehát egy-egy igazán ilyen stílus jegyek azok. Hát mindenkinek megvolt a maga stílusa, meg minden, de mondom, az emberek jobban inspiráltak, mint az alkotások. De ez érthető, mert akkor tehát olyan képet csináljak, mint a Lenké, vagy a Kondo, vagy Picasso, szóval ez inkább ter lenne, vagy mindig igyekszik az ember saját munkát készíteni. Kenyérgondbrigád, tehát akik ugye meg kellett élni a művészeknek akkor, de az nem is, hogy mondjam, akkor voltak megbízások, tehát a Lenkéző is kapott, egy hónapban egy részkarcot kellett csinálni, a vasgyár, valami költőt, vagy akármit, és megcsinálta két-három nap alatt, és meg tudott élni egy hónapig belőle, tehát szabadok voltak, hogy nem volt. Szóval nem volt teher az, hogy most miből éljek meg például. Vagy apámtól is jött a zsűri, és minden három hónapban, és akkor 3-4-5 képet átvettek, és abból megint elég volt egy időre. Szóval így biztosított volt a megélhetés. 1968-ban az Amerikai Egyesült Államokba disszidált, ahol 2 évig főleg New Yorkban élt. Itt grafikai és festészeti tanulmányokat folytatott. 2 meghatározó kiállítása is volt a híres Metropolitanben. Ezt 76-ban végeztem, és elég jó restaurátor lettem, de ebben voltam a Szépművészeti Múzeum osztályvezető restaurátora. Tehát ez egy nagy szám ebben a szakmában, hogy van előttem egy vászon, van egy inspirációm, egy lelki állapotom, hogy valami. És van egy ecset a kezemben, és nézem a vásznat, és az ecsettel húzok egy vonalat, akármit a vászon, egy jelet. És akkor ez a jel, ami megjelent a vásznon, ez megköveteli, hogy a következő jelet hova húzzam, ami a kettő kombinációja, vagy így szépen fölépítem a képet, így lépésről lépésre. És ilyenkor van az, amikor hogy elgondolkoztam először, hogy na, milyen képet fogok festeni. Hát sose olyan képet festettem, amit szerettem volna festeni, mert az első jel, amit a vászorra teszek, az meghatározza meg. A következőjel tovább, tehát ilyen egyszerű a dolog. Ja, ez a non-ego, ez azt jelenti, hogy nem tudok úgy egós lenni, hogy kitalálok valamit, és akkor azt meg is csinálom, és a végén az van, amit gondoltam. Tehát így teljesen szabad. Szabad embernek érzem magam, viszont az a vászon látok, annak mint harmóniába kell lennie, tehát meg összefüggésbe az anyaggal, meg a színekkel. 2006-ban 28 év szünet után kezdett ismét festeni. 2008-ban újabb műveiből Bombayben és Új-Delhiben. Korai munkáiból Budapesten a Mission Art Galériában rendeztek kiállítást. Indiában egy helyi kollégájával restaurátor műhelyt is alapított. Az ember hallgatja Mozartot, és ha megkérdezik Mozartot, hogy ebben a zenével mit akar az embereknek átadni? Hát nagyon nehezen tudná elmondani Mozart, hogy most mit akarok ezzel az embereket átadni. Tehát amit én látok, egy kedvenc képem, a Picasso-nak az Avignoni kisasszonyában, ott az egész kép ragad meg, azt tetszik. Tehát
ami kisugárzik belőle, amit én művészetnek nevezek, de így konkrétan nem lehet megfogalmazni konkrétan ez és ez a művészet. Művészet az, aminek hatása van a nézőre. Nem tudnék Debrecenben élni, nem tudnék Rómában élni, sehol nem tudnék élni, csak Miskolcon. Tehát ez talán olyan, hogy miért szereti az ebbe az anyját? Hát ő az anyja, hát ez nem. Hogy miért szereti az ember Miskolcot, mert Miskolc a városom.